hagyjuk! Nem 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 hagyjuk! Köszönjük szépen Istvánnak, ettől színes a rendezvény, különböző nézetek, felszólások elő. Most Árpinak visszaadom, és akkor utána Uzsokanyjal, akkor Éva fog következni. Jó, hát az Évi, van egy rossz hírem, meg kell nyitni a forgalom előtt, tehát én felmegyek a másik kapuhoz, aki úgy gondolja, hogy velem feljön, szeretettel várom, jelezték, hogy a forgalmat meg kell nyitni. Mennyit? Jó. A másik dolog itt, hogy a rendőrök, hogy álljanak át. Át fognak állni, ha leszünk 300 ezeren. Ennyi emberhez ne akarjuk már őket átállítani, mert elveszíti még azt a keveset is, ami ha mi legyünk 300 ezeren, emberek, 300 ezeren, és akkor lehet őket felszólítani, hogy álljanak át. Mi jelenleg nagyon kevesen vagyunk, és én nem önöket okolom azért, meg mindig aki jelen van, hanem valahogy találjuk meg közösen azt a eljárási módot, vagy minek nevezzem, hogy hogyan tudunk 300 ezerre felfejlődni, hiszen fel kell tudjunk fejlődni. De 300 ezeret mondok, de 30 ezerrel már győzünk, jó? Tehát 30 ezer. 30 ezerrel legyünk legalább. Én elindulok lassan fölfele. Laci, nagyon örülök, hogy itt lehettünk, itt vagyunk még estig. Mint mondtam, én nem tudok részt venni azon a megbeszélésen, úgyhogy ha ti mentek, sok sikert kívánok hozzá, reméljük, hogy lesz eredménye. Jó? Köszi. Köszönöm. Annyival, ha itt majd vége lesz a beszédeknek, van még időnk természetesen, akkor az a kérésem, hogy a Béla, Józsi, Sanyi, Árpival beszéljünk, mert nekem egy érdekes információt mondott az esti megbeszélésről, és mindenképpen szeretném, ha átbeszélnénk együtt, és kíváncsi, vagy szeretném, ha ti is megismernétek ezeket az infokat, hogy Árpi miért gondolja úgy, hogy ő nem szeretne ezen részt venni. És akkor menjünk tovább. Ugyanis amíg vagyunk annyian, hogy itt legyünk, addig nyilván a forgalom állni fog, ha kevesen leszünk, akkor pedig majd szépen óvatosan fog menni tovább. Uzsokiné lakó Éva. Ja, hogy volt? Aha, értem. Akkor Béla egy perc, és akkor András. Csak egy percet eltalálok fel benneteket. István mondandójához szeretnék nagyon röviden hozzászólni. István. Annyit, hogy... Két nappal ezelőtt láttam egy videó felvételt a miniszterünkről, ugye? A mafia miniszterünkről, ugye tudja mindenki, kiről van szó? Akiről van szó? Pintérről, így van. Hogy a rendvédelmi dolgozók majdnem megrincselték. De vajon miért? Azért, mert a saját érdekörükbe tartozott, azért, mert nem kapták meg a fizetésüket, azért majdnem megrincselték egy rendezvényen. Ezt meg lehet, vissza lehet nézni, ezen a videón rajta van, hogy úgy mentették ki Pintér Sándort. Hát kérem, pontosan erről van szó, hogy azért nem tudunk igazán együttműködni, mert mindenki, a rendvédelmi dolgozók, a különböző szakszervezetek a különböző érdekeiket nézik. Nem azt nézik, hogy van egy magasabb szempont, és ez a deviza, amiben sokkal több ember belehalt, mint például 56-ban, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy mindenki a saját érdekörének megfelelően, persze kimegy az utcára a rendvédelmi dolgozó is, meg a tűzoltó is. Hát miért nem jön ki akkor, amikor egy devizáról van szó, amikor több százezer embert érint? Mert ez ugyanúgy az ő érdekörébe is beletartozik, hiszen ugyanúgy devizások, ugyanúgy bajba jutott emberek. Csak a kormánytól kaptak egy olyan lehetőséget, hogy vagy könnyítivel tudják fizetni, vagy egyáltalán megtiltották nekik azt, hogy egyáltalán ágáljanak, mert ki lesznek rúgva. Hát kérem, ez a fajta fenyegetettség, vagy fenyegetés, ez odáig vezet, hogy valóban egymással fogunk majd szemben állni, és sajnos senki nem fog arról tenni, hogy egymásnak fogunk ugrani. A másik, ami a 300 ezer embert illeti.
Én nem vagyok azért ennyire szkeptikus, egészen másképp látom, hiszen én azért részt vettem 2006-ban, egész másképp voltak az események. Tehát én azt mondom, nem kell ide 300 ezer ember, én örülnék annak is, hogyha 5-10 ezer ember az utcára lenne, mert az már akkora felhajtás lenne, hogy ott talán a fél ország is megmozdulhatna, mint volt 2006-ban. Úgyhogy tegyük egy kicsit lejjebb a mércét, és ezt a 300 ezeret, persze utólag hallottuk, hogy 30 ezer ember, valóban 30 ezer ember itt győzelemre vihetné ezt az egész ügyet.